Kaszálják a füvet az agyvaparton, a nyári időszakban sokan jönnek ide piknikezni vagy horgászni. A magas növényzet kedvez a kullancsoknak, de bármelyik parkban vagy ligetben előfordulhatnak. Lázárcsik Ildikó azt mondja, a legbiztosabb védekezés a kullancsok ellen a védőoltás, bár ezt tavasz elejéig érdemes beadatni. A kullancsok számos vírust és baktériumot hordoznak, agyhártyagyulladást vagy Lyme-kórt is okozhat egy csípés. De Lázárcsik Ildikó elmondta, hogy a kullancsok által okozott betegségek ritkák. Vírusok által terjesztett agyvelő és agyhártyagyulladás az valóban magas lázzal, nagy fejfájással, igen, elesett állapottal, és hát bénulásokkal is tud járni 3 nappal, illetve 3 héttel az expozíció után, tehát ez a kullancsa való találkozás idejét jelenti. A főorvos hangsúlyozta, hogy a fertőzött kullancsípést gyulladt piros bőrfelület jelzi. Céltáblaszerű kerek, kicsikét táguló, növekvő tendenciával mutatkozik, akkor ez lehet egy markáns jelenség, ami alapján segíthet a diagnózis felállításához a későbbiekben. Természetesen ez a fajta betegség nagyon jól reagál antibiotikumokra, bakteriális betegségrében. Inkább azt szokott a gond lenni, hogyha több évvel vagy évtizeddel később jelentkeznek a tünetek, mint ahogy az expozíció történt. A kullancsot speciális csipesszel kell eltávolítani, és semmiképp sem szabad krémmel bekenni vagy pohárral lefedni. A kullancsípés megelőzhető, ha a kirándulások után átvizsgáljuk a testhajlatokat vagy a fejbőrt, ugyanis ezeket a helyeket szeretik leginkább a vérszívók, és érdemes nyáron minél több időt a szabadban tölteni.